A végcsalád 10 évvel ezelőtt költözött Bécsbe. Azonban Dunaszerdahelyen nem számoltak fel mindent, ha lehetőségük van rá, akkor hetente hazajönnek. Elég sok lehetőséget láttunk, még kaptunk is, és aztán így döntöttünk, hogy akkor kint maradnak. Még persze a gyerekek véget is akartunk, hogy jobb életük legyen, több legyen lehetőség. Igen sok segítséget kapunk ott, támogatásokat. Tudjuk, hogy nehéz itt a élet, minden, és azért ott annyival könnyebb, úgyhogy jobb ott. Második gyermekük már ott született. A feleség jelenleg gyermekgondozási szabadságát tölti, de visszavárják munkahelyére, ahol először elárusítóként, majd üzletvezetőként dolgozott. Én elejével nem szerettem kint Bécsbe, az a nyüzsgés, az a nagyvárosi élet. Mindig már alig vártam, hogy hétvégén is jöjjünk vissza. Ugye itt a család, testvérek, de mostanra már annyira kialakult ott a lakásunk, megfelelő lakásunk van nagyon jó helyen. Már annyira megszoktuk, hogy tényleg most, ha már hazajövünk, picit hosszabb időre már hiányzik az a nyüzsgés. Teljesen mindent nem számoltunk fel, mindig ott van az a kérdőjel, hogy lehet, hogy visszajövünk. De mivel most már ő 11 éves, már úgy gondolom, hogy azért most már elég nagy hátránya lenne, mert ott ugye a német-angol helyezik előtérbe, itt a magyar-szlovák, azért most már problémái lennének az iskolában. Úgyhogy azt gondolom, hogy most, amíg ők iskolások, már nem fogunk visszajönni. A 11 éves Natália az alapiskolát már Bécsben kezdte el. Szülei otthon magyarul beszélnek vele, de óvodás korában már elkezdte ismerkedését a német nyelvvel. Nem volt annyira könnyű elején, de aztán megszoktam, és most ide is vágyok sokszor, de már így hozzászoktam, hogy sokszor egész héten ott vagyunk, csak hétvégén járunk haza. Vannak barátaim, a legtöbb ugye lány, de egész osztály jóba vagyok. Szabó Viktor és Marika az egyetem befejezése után úgy döntöttek, hogy Dunaszerdahelyen folytatják a közös életüket, annak ellenére, hogy egyikük sem idevalósi. A férj a Bodrog közből, a feleség Gömörből származik, sőt a munkahely sem köti őket a városhoz. Választások mégis a Csallóköz központjára esett. A 7 éves lányuk már itt született. Körbejártuk Pozsony 40-50 kilométeres régióját, és Szerdahelyre esett a választásunk, mivel akkor 2003-ban éppen beindultak ezek a lakásfelújítási programok, tehát a régi lakásokat felújították. Közlekedés szempontjából akár autóbusszal, akár vonattal is el lehet jutni vele Pozsonyban. 2001-ben megszületett a kislányunk, ez bizonyos térnagyítást váltott ki nálunk, átköltöztünk egy családi házba. Mivel mi házat vettünk, és ugye ez alapelv egy család letelepedéséhez. Fát is ültettem, kislányom is megvan szerintem, tehát a három alapkő le van téve ahhoz, hogy már megnyugodhatok, a terv folyamatban van, úgyhogy már csak meg kéne öregedni nyugodtan. Mivel mindketten magyar ajkúak vagyunk, magyar vidékről, tehát én Bodrog közből, a feleségem pedig Medvesaljáról származik, tehát mindkettőnk számára a magyar nyelv, mint közösségi nyelv szintén fontos volt. Szerintem Szlovákiában a szlovákiai magyar kisebbségnek a legnagyobb része azt mondja, hogy ha Szerdahelyen laksz, akkor már jobb helyre nem tudsz menni.